Lezárult az a több éves stratégiai terv, amit 2016-ban indított el a magyarországi németek országos önkormányzata. Englenderné Hock Ibolya elmondta, jelenleg az eredmények kiértékelése zajlik, ezután kezdik meg a következő évi tervek kitűzését. 2016-ban indítottuk el a stratégiánkat, lezárult. A tavalyi év arról szólt, a 2021-es év, hogy a stratégiák egyes elemeit, ami 5 területet foglalt magába, politika, kultúra, oktatás, média, ifjúság. Ezt felülvizsgáltuk. A stratégiánknál az egyes célkitűzésekhez tartoztak különböző indikátorok. Ezt az adott bizottságok felülvizsgálták, és egy konklúzió, mi valósult meg, mi nem, és ennek kapcsán most egy friss stratégia épült, tehát részben megtartunk elemeket, részben pedig módosítunk annak megfelelően. Az országos német önkormányzat mindemellett egy közvéleménykutatást is végzett a magyarországi németek körében. Összesen 1200 embert kérdeztek meg a parlamenti képviselő, illetve az országos önkormányzat munkájáról. A felmérés elemei közé tartozott, hogy az emberek mennyire ismerik és mennyire vannak megelégedve az önkormányzat munkájával. Az itt kapott eredményeket pedig felhasználják és beépítik az új stratégiájukba. A közvéleménykutatásból többek között az is kiderült, hogy a fiatalokra és a fiatalok munkavilágába való visszatérésére nem fektettek kellő hangsúlyt, éppen ezért e téren mindenképpen változtatni szeretnének. Így az ifjúság feladata lesz azon projekteknek az elkészítése, ami alapján ez a fejlődés sikeresen megvalósulhat. Igazából azt kértem, hogy a célkitűzések mellé egy-egy projektet is mindjárt tervezzenek meg, tehát hogy nem csak ők, tehát mind az 5 terület, hogy azt a célkitűzést milyen konkrét projekt alapján szeretnénk fejleszteni, elérni, úgyhogy erre is lesz majd ötletünk, és akkor ezt a következő 5 évben így módszeresen tudjuk felépíteni, hogy az egyes projekteket így megvalósítjuk, és hát reméljük, hogy ezzel jobban el tudunk érni nagyobb rétegeket. Ami még mondjuk egy kicsit gyengébb pontunk, az a transzparencia. Tehát annak ellenére, hogy az utóbbi években azt hiszem ezen a téren nagyon sokat fejlődtünk a Facebook megjelenéseinkkel, a rendszeres hírlevelünkkel, ami heti szinten, illetve akár többször is, de ez még mindig kevés. Most ennek egy olyan eleme, hogy új honlapunk, megújult a honlapunk teljes egészében, és azt hiszem, hogy ez is segíteni fog, de ezen a téren is kell még tennünk. Illetve amit még kiemelnék, az az együttműködés a parlamenti képviselő és az országos német önkormányzat között. Ennek egyrészt intenzívebbnek kell lennie, de ennek is transzparensebbnek kellene lennie, mert ha, ugyan mi együttműködünk, és ezt tudjuk, de ettől a nagy közönség ezt nem tudja. Tehát közös hírlevelek megjelenésében gondolkodunk, illetve hát olyan közös Facebook bejegyzések, ami mind a kettőnkre vonatkozik. Tehát ezt muszáj nagyon feltétlenül szükséges, hogy a közvélemény számára elérhetőbbé tegyük a tevékenységünket tulajdonképpen. A 2021-es évben is számtalan sikeres projektet tudhat maga mögött a magyarországi németek országos önkormányzata. Összesen 62 olyan intézményt hoztak létre, amelyeket helyi német önkormányzatok tartanak fent. Sok beruházást tudtunk megvalósítani, a Kock Valéria iskola központ szörnyűti óvodája megújult, a Léneuháza jövő évben, itt Pécsett jövő évben kerül felújításra, aztán a Budapest, a Pirisvörösvári Schiller gimnáziumunk tető felújítása, és hát Városlődön a Németház felújítása is elkezdődött. Tehát az egyik oldal ezek a beruházások, amik azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmények. A másik oldalon pedig én azt is nagyon, nagyon nagy eredménynek tartom, hogy újra be tudtuk indítani a kulturális életet a pandémiás helyzet után. Sok megyei rendezvény, települési rendezvény megvalósult most az ősszel, ami korábban nem tudott. Hát egy bánatunk azért van, hogy most a januári gálát azt el kellett halasztanunk, megpróbáljuk júniusra, hát ha akkor meg tudjuk tartani. Tehát a kulturális élet beindulása, ha még nem is 100%-osan, de ez nagyon fontos. És hát amiket az oktatási intézményekben elértünk, illetve 21. január 1-jétől kezdődően önálló az oktatási és módszertani pedagógiai központunk, és hát az elsődleges feladata az, hogy nem csak az országos önkormányzat intézményeit, hanem az átvett több mint 60 intézmény pedagógiai szakmai munkáját is segítse. Ott létszámbővítést is tudtunk eszközölni, és így ők most gyakorlatilag az egész országot lefedik szakmai tanácsadással.
A 2022-es év, illetve az elkövetkezendő 4 év egyik célkitűzése, hogy minél többen merjék vállalni a német nemzetiséghez való tartozásukat. Habár a jelenlegi adatok sem nevezhetőek rossznak, mindenképp emelni szeretnének rajta. A legutóbbi népszámlálás az egy 180 ezer fő volt körülbelül, de ez nem egy mérvadó szám, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hiszen több kérdés vonatkozik a nemzetiségre. Anyanyelv, nemzetiségi hovatartozás és a nyelvhasználat, hogy milyen körben használja a német nyelvet, és ennek a háromnak az együttes száma ez a 180 ezer. Amin emelnünk kellene nagyon az maga az anyanyelvhez való tartozás, az egy viszonylagosan alacsony szám, de ez a 180 ezeret is szeretnénk megemelni.